A kínai és a nyugati asztrológia összehasonlítása. Mit árulnak el, és mit nem eme módszerek? Sokan kerülhetnek abba a dilemmába, hogy kíváncsiak a sorsukra, életük alakulására. És a módszerek sokasága közül az asztrológiát választanák. Igen ám, de melyiket? A keletit, vagy a nálunk sokkal jobban elterjedt nyugati asztrológiát? Vajon melyik tud pontosabb válaszokat adni? Miben is áll a kettő közötti különbség, illetve miben hasonlítanak egymásra? Először nézzük meg a dolgokat általánosságban. Vannak olyan kérdések, amiket nem látunk egy horoszkópból. Sem a keleti, sem a nyugati asztrológiai képletből nem tudjuk megállapítani, hogy az adott képlet tulajdonosa éle még, vagy esetleg már meghalt. Az sem látszik, hogy a képlet tulajdonosa a férfi vagy a női nemhez tartozik-e. Továbbá a horoszkóp tulajdonosának tudati szintjét sem tudjuk megállapítani. Nem tudjuk tehát, hogy mennyire éli tudatosan az életét. Milyen önismerettel rendelkezik? Inkább spirituális beállítottságú-e, vagy fontosabbak számára az anyagi világ tapasztalatai? Nagyon fontos tehát, hogy mielőtt valakinek elkészítjük a horoszkópját, beszélgessünk vele. Ismerjük meg nagy vonalakban az életét, azért, hogy egy átfogó képet kaphassunk arról, hogy milyen élethelyzetben van. Következésképpen megtudhatjuk, hogy a különböző konstellációk, égi állások mit mutathatnak az életében. Az asztrológia, legyen szó annak nyugati vagy keleti ágáról, egy tapasztalatokon alapuló rendszer. Elsősorban önismereti módszer, mely közelebb visz minket önmagunk mélyebb megismeréséhez. Segít feltárni egy-egy cselekedetünk mozgatórugóit, továbbá megmutatja, hogy milyen képességeink vannak, milyen területeken vagyunk tehetségesek, melyek az erősségeink, illetve jelzi azokat az életterületeket, ahol esetleg kevésbé zajlanak az események gördülékenyen. Ezek után tekintsünk a nyugati, majd a keleti asztrológia megközelítési módjaira. A nyugati asztrológia 12 jeggyel dolgozik, amelyek havi váltásban követik egymást, illetve különböző tengelyeket és fényszögeket használ elsősorban egy képlet értelmezésénél. A nyugati rendszer 4 őselemmel operál. Ezek a föld, a víz, a tűz és a levegő. Mind a 12 jegyhez hozzárendel egy-egy elemet ezek közül. Tehát vannak levegős jegyek, például a vízöntő, az ikrek és a mérleg, földjegyek, a bak, a szűz és a bika, és így tovább. Ezzel szemben a kínai asztrológia 12 állatszimbólummal dolgozik, amelyeket már korábbi podcastunkban felsoroltunk, patkány, tigris, nyúl, sárkány, stb. És minden állathoz tartozik egy az 5 ős elem közül. A föld, a fém, a víz, a fa és a tűz közül, valamint ezen elemek yin vagy yang polaritása. A kínai rendszer holdévek alapján számol. Egy nagyobb ciklus 60 évből áll, és ezen belül 5 darab 12 éves ciklus van. A kínai rendszer szerint az 5 elem nem anyag, hanem energia, amikkel minden a világegyetemben előforduló dolog leírható. Minden őselemhez tartozik egy yin vagy yang polaritás, illetve különféle szervek, napok, évszakok, pozitív, illetve negatív tulajdonságok. Ezeknek az elemeknek a hiánya vagy a túlsúlya aránytalanságot okoz, és ezekkel a kibillenésekkel magyarázzák például egy-egy betegség kialakulását is. Ilyen esetben léteznek arra külön módszerek és javaslatok, hogy miként egyensúlyozhatjuk ki a képletet. Esetleg honnan pótoljuk az adott elem hiányát az életünkben. Például megfelelő étkezéssel, ideális környezettel, stb.
A nyugati asztrológia a bolygók mozgását, azok keringési idejét veszi alapul. Így például minden bolygónak megvan a maga sajátos ciklusa. Vannak úgynevezett gyors és lassú járású bolygók, melyek jelölhetnek életciklusokat, továbbá számításba veszik egyes bolygók összekapcsolódásait a születési képletben, illetve a planéták aktuális égi mozgása, haladása szintén megmutathat rövidebb, hosszabb ciklusokat. A kínai rendszerben adott a születési képlet. Ezen felül mindenkinek vannak 10 éves ciklusok is az életében, amelyek külön színezik és plusz feladattal látják el az adott időszakot. Ezen kívül az éveknek és a hónapoknak is megvannak a speciális energiáik, melyek tovább árnyalják a képet. Ezek a ciklusok szabályos rendszerben követik egymást. A nyugati rendszerben, ha valakik egyazon hónapban születtek, azok csillagjegye ugyanaz lesz. Így valamilyen formában hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek. A kínai asztrológia szerint viszont az önelemek naponta váltják egymást, melyek hasonlóan a nyugati csillagjegyekhez a legjellemzőbb tulajdonságainkat mutatják meg. Tehát minden nap más és más, vagyis csak a kínai kalendáriumban megnézve, illetve az interneten felelhető különböző kalkulátorokba beütve tudhatjuk meg, hogy mi az ön elemünk. A bulvársajtóból ismert állatjegyek, mint amilyen a patkány, a tigris, a nyúl, és így tovább, csak azt mutatják meg, hogy melyik évben születtünk, így a legkevésbé sem tudnak pontos leírást adni a tulajdonságainkról vagy az életünkről. Összefoglalva, mindkét rendszer nagyjából ugyanazokra a végkövetkeztetésekre jut, csak más módszer használata által. Mindegy, melyikkel vizsgálódunk, a lényeg ugyanaz, csak a szimbólumrendszer más. Olyan eset nem igazán fordulhat elő, hogy az egyik rendszer szerint szuperperiódusban vagyunk, miközben a másik asztrológiai rendszer csupa nehézséget mutat. Mindkettő objektíven létező dolgokat, folyamatokat, időszakokat jelez az életünkben. Mutatják megéléseinket, azok alacsonyabb vagy magasabb szintjeit, illetve képességeinket, azok hasznos felhasználási módjaival együtt. Aki ismeri az asztrológiát vagy felhasználja benne rejlő lehetőségeket, annak rendkívül sokat segíthet a jó időzítésben, illetve az időminőségek legoptimálisabb felhasználásában. Mindenkinek azt az ágát érdemes választani, ami valamiért jobban megszólítja, vagy közelebb áll a szívéhez. A podcast szerzője Liszkai Judit, kínai asztrológus. Ha érdekel a kínai asztrológia, akkor iratkozz fel YouTube csatornámra. Előadásaimról, könyveimről, a különféle istentiszteletekről, utazásokról és egyéb programokról a napvallas.hu oldal eseménynaptárjából tájékozódhatsz. További érdekes témákkal találkozhatsz a Száraz György, valamint az Igazságkereső című YouTube csatornámon, vagy ellátogathatsz a napvallas.hu és a boldognapot.hu honlapjaimra is, amelyek saját Facebook oldallal is rendelkeznek. Köszönöm a megtisztelő figyelmedet, Száraz György voltam, boldog napot!